I believe. Azt hiszem, hogy most élőben vagyunk, ha csak nem tévedek. Remélem, nem hallottam a bevezetőnek a hangját, de mindenkinek kellemes délelőttöt, kellemes estét, délutánt. Nagyszerű, hogy mindenki itt van. Július 15-én. Nagyon sokan mindenfajta más helyeken vannak, utaznak, üzleti úton vannak, nyaralnak, de nagyszerű webinárium lesz. Emily lesz az, aki most már beszélni fog. Ő nem sokkal azután csatlakozott az Inzinóhoz, mint én, és végegész életében az étkezésre koncentrált. Tudod, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és tudod, hogyha például focizol, akkor ott vannak a csatárok, a védők, kapusok, és ez Emily minden tud mindegyik szerepről, amikor az Omega-ról van szó, Omega specialista. Tudjuk, hogy az Inzinóban minden, ami az Omega-3-mal kapcsolatos, ez fontos, de Emily meg fogja osztani a bölcs tudását arról, amit ő összeszedett az Omega-3-mal kapcsolatban, illetve, hogy hogyan függ össze az anyassággal, a várandósággal, szoptatással. Folyamatos kutatásban vagyunk, és rengeteg anyag jött ezzel kapcsolatban ki, de most már átadom a szót Emilynek, átadom a szót, mindannyian hátradülünk, és élvezzük a prezentációdat. Köszönöm szépen, remélem, hogy mindenki jól hall engem. Igen, rendben. Oké, Colin, akkor már is ugorjunk bele ebbe az Omega 3 és az anyasság összefüggésébe? Persze, majd a végén még lehet kérdezni. Mindenki írjon be a chatbe, akit érdekelnek különböző dolgok. Most már a tiéd a szó, Emily. Nagyon köszönöm. Nagyon örülök ennek a bevezetőnek. PhD-t van nekem táplálkozástudományból, és kifejezetten az eszenciális zsírsavak területe a szakterületem, és éppen ezért nagyon örültem, amikor elkezdtem dolgozni az Inzinónál, és én tanulmányoztam az összes életszakaszban az omega zsírsavak fontosságát, az anyasság pedig az egyik olyan időszak, ahol nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepe van az omega zsírsavaknak. Ezért választottam ezt a témát, és egy kicsit az anyának az egészségére szeretnék most koncentrálni. Tudjuk, hogy az omega 6 és az omega 3 nagyon fontos a gyermek fejlődő csecsemő számára is, de ez a terület hatalmas, úgyhogy le kell szűkítenünk a figyelmünket egy bizonyos területre, és ez most az anyának az egészsége lesz, és a gyerekek, csecsemők egészségével később, vagy későbbi előadásban fogok foglalkozni, ha újból meghívtok. Tehát nézzük meg, hogy az eszenciális zsírsavak micsodák. Tudjátok sokan, hogy két fajtájuk van, az omega 3 család és az omega 6 család. És ezeken belül, amikre koncentrálunk, az az omega 3, az EPA, és a másik omega 3, az a DHA. Ezek azok a tengeri forrásból származó zsírsavak, amelyek algából vagy halakból származnak,
És a másik oldalon pedig van az arakidonsav, amit AA-val rövidítenek, és erről is fogok beszélni egy picit. Ez egy omega 6. Ha nagyon leegyszerűsítem ezt a dolgot, akkor azt mondhatom, hogy az arakidonsav inkább a gyulladásos folyamatokhoz kötődik, és inkább gyulladás keltő, gyulladás elősegítő. És a gyulladás az nagyon jó is lehet, és hasznos is lehet. Ennek ellenére e között és az omega 3 között, EPA között kell egy egyensúly ahhoz, hogy az immunreakciók egészségesek legyenek, és a gyulladásos reakciók egészségesek legyenek. A DHA pedig, az EPA és a DHA különböző funkciókkal rendelkezik, most pedig arra a tulajdonságra fogunk koncentrálni, hogy építő eleme lehet az agynak, és a magzatnak, és a babának, az agyának is. Menjünk tovább. Szeretném megmutatni, hogy hogy működnek ezek a zsírsavak, az EPA és a DHA. Amikor megesszünk egy ételt, akkor ezek a zsírsavak bekerülnek az emésztőrendszerbe, és utána kikötnek a vérben. Keringenek a vérben, eljutnak a legfontosabb szerveinkhez, és felszívódnak ott, de ugyanakkor el is tárolódnak a zsírszöveteinkben és más szöveteinkben is. Például a csontvelőben is van belőlük elég sok, ahol az új vörösvérsejtek termelődnek. Hogyha a csontvelőben sok EPA és DHA van, akkor olyan vörösvérsejtek fognak létrejönni, amelyeknek a membrányaiban megfelelő mennyiségű omega 3 zsírsav van. Tudjuk azokat az előnyöket, amiket az EFSA is, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság is elismert. Itt vannak ezek az állítások, egészségre vonatkozó állítások, amit lehet használni. A DHA és az EPA hozzájárul a normál szívfunkcióhoz, a normál vérnyomáshoz és a normál vértriglicerid szintekhez. A DHA pedig hozzájárul a normál agyfunkcióhoz, a normál látáshoz, a normál agyfejlődéshez a gyerekeknél, és a normál szövetfejlődéshez is. Ezeket mind-mind elismeri az Európai Élelmiszer Biztonsági Szervezet, és ezeket a kijelentéseket lehet használni bátran. Ehhez viszont, hogy ezeket elérjük, legalább 200 mg DHA plusz 250 mg kell összesen az EPA-ból és DHA-ból, hogy ezeket élvezhessük, ezeket az előnyöket. Megpróbálok kicsit lassabban beszélni, mert tudom, hogy ezt élőben tolmácsolják. És mielőtt még tovább megyünk, szeretném tudatosítani bennetek azt is, hogy most a DHA-ról fogok főleg beszélni, amikor a terhességről, a szoptatásról és a csecsemőnek az egészségéről beszélek. Tudjuk, hogy minden a várandósággal kezdődik, amikor mentális fejlődése elkezdődik a magzatnak, aztán ez folytatódik a szoptatással, és végig csecsemőkorban is. DHA bevitel a megfelelő fejlődéséhez a látásnak és az idegrendszernek.
Itt most csak a DH-ról beszélünk, amelynek a pozitív aspektusait vizsgáljuk a terhesség alatt. És tudjuk, hogy itt az anyukának az egészsége nagyon fontos. Ne felejtsük el az EPA-t sem majd. Még a terhesség előtt lehetséges, hogy fontos az, hogy megfelelő egyensúly legyen az omega zsírsavak között, mielőtt még szeretnéd, hogy a magzat megfogadjon. Nincsenek olyan tanulmányok, olyan klinikai kísérletek, amelyek vizsgálták az okozati viszonyokat ezzel kapcsolatban, viszont nagyon sok olyan tanulmány van, ami arra vonatkozik, hogy mennyire könnyen tud teherbe esni egy nő. Például, ha valaki EPA-t szed, akkor 82%-kal kevesebb hajlama van arra, hogy endometriózis alakuljon ki a szervezetébe, ami ugye nagyon is megakadályozza a teherbeesést és meddőséget okozhat. A meddő nők között nagyon elterjedt az endometriózis, majdnem a meddőnők felénél ez a probléma. Ez eléggé fontos tehát, hogy az EPA ezzel összefüggésbe hozható, és így, hogyha tudjuk, hogy valaki magas EPA szinten rendelkezik, akkor sokkal kevésbé hajlamos az endometriózisra. Aztán vannak más tanulmányok is, amelyek a reproduktív hormonokkal kapcsolatosak, és a petesejt fejlődéssel kapcsolatban is van egy nagyon érdekes tanulmány. Mindig elolvasom újra meg újra, mert ők egy olyan étrendkiegészítőt használnak, amely halolaj, olívaolaj és D-vitamin kombinációja szinte nagyon hasonló ahhoz, amit mi az inzinóban használunk. És ők azt állapították meg, hogy az EPA és a DHA javította azt a folyadék környezetet, amelyben a petesejt kialakul, és így sokkal sikeresebben teherbe tudtak esni, illetve megtermékenyülni a petesejtek laboratóriumi körülmények között. Tehát ezek azok a tudományos kutatások, amelyek fontosak a nők számára, illetve azoknak a pároknak, akik szeretnének gyermeket vállalni. Most pedig egy kicsit beszéljünk magáról, a várandóságról. A DHA nagyon fontos a terhesség alatt, mivel ahogy növekszik a gyermek, a magzat, az anya az egyetlen tápanyag forrása a növekedő magzatnak, ami elég súlyos követelményeket, súlyos terheket ró az anya szervezetére, és nagyon sok DHA van az agyban, és kell, hogy legyen az agyban, amikor elkezd fejlődni a magzati agy az első trimeszter. A második trimeszterben felgyorsul ez az agyfejlődés, majd pedig a harmadik trimeszterben nagyon gyorsan felhalmozódik a DHA az agyban, a gyermek agyában, a baba agyában. Ebből következik, hogy nagyon fontos, hogy eljusson elég DHA a magzat agyába. Szerintem most már értitek, hogy miért fontos ez, a magzat agyi fejlődése, idegrendszeri fejlődése szempontjából. Tudjuk, hogy ez egyik fő forrása a DHA-nak az, amit az anya elfogyaszt, amiket
megemészt napi alapon. Ezek a DHA molekulák lesznek elérhetők a magzat számára. De mivel a magzat folyamatosan növekszik, nem csak amikor az anya eszik, ez nagyon nem lenne praktikus, hogyha csak az anya által elfogyasztott táplálék lenne a forrása a DHA-nak, ezért az evolúció során kialakult egy olyan folyamat, ahol a placenta, a körülvevő placenta tartalmaz DHA-t, és a baba tudja jelezni a placentán keresztül, hogy a zsírszövetekből DHA-ra van szüksége. Az omega 6 is nagyon fontos az agyi, a magzat agyi fejlődése szempontjából, és ezek elkezdenek bekerülni a baba szervezetébe, tehát gyakorlatilag a baba meg tudja határozni, hogy mennyi DHA és EPA kerüljön a szervezetébe. És ezen kívül még tudjuk azt is, hogy egy bizonyos mennyiségű DHA tud létrehozni, szintetizálni a szervezet is a májban. Az anyának a zsírsavaiból. Ez az ALA nevezetű, az alfa linolén savból tud konvertálni DHA-t. Ez nem egy hatékony átalakítás, de mégis rendelkezésére áll a babának. Tovább haladva a terhesség alatti időszakon, mivel a magzat tudja befolyásolni azt, hogy az anya szervezetéből mennyi DHA kerüljön be az ő szervezetébe, hogy az anya szervezetében lévő tárolóból, tároló helyekről mennyi kerüljön be az ő szervezetébe, azt látjuk, hogy az anyának a vérplazmájában egyre csak növekedni fog a DHA szintje, mert hogy egyre többre van szüksége a gyermeknek. Ugyanakkor, ha megnézzük az anyának a vörös vér sejtjeinek a számát, meglátjuk azt, hogy az anyának egyre inkább ki fog merülni a DHA készlete, ahogy látjuk, ezt a vörös vér sejteknek a DHA tartalmából látjuk. Most akkor beszéljünk egy kicsit az EPA-ról is, és néhány tanulmány megpróbálja meghatározni, hogy mi az EPA-nak a szerepe. Számomra egy kicsit furcsa lenne, hogy a DHA lenne csak fontos a várandossága, mivel hogy a természetben mindig együtt van az EPA és a DHA, ezért logikus lenne, hogy az EPA-nak is lenne valamilyen szerepe. Néha több is az EPA, több is a természetes forrásokban, mint a DHA, úgyhogy nem gondolnám, hogy csak a DHA-ra van szükség, és így gondolják a kutatók is, akik megnézték ezt a területet. Látjuk, hogy itt a placentának a fala, és itt a magzat, kívül pedig az anyának a szervezete, és a két terület között ott vannak különböző transzporterek, és ezek azok a szállító anyagok, vagy szállító molekulák, amelyek oda tudják juttatni a DHA-t, meg az EPA-t a magzathoz. És úgy gondoljuk, hogy az EPA az abban vesz részt, hogy segítsen a DHA-t oda juttatni a placentán keresztül a magzathoz. Ez az EPA határozza meg ezeknek a transportereknek a számát, a mennyiségét.
mivel hogy összefüggés van a számok között, tehát hogy mennyi transporter van, összefügg az EPA szintjével, és nem pedig a DHO szintjével. Szóval néhány tudós azt gondolja, hogy azok a várandós nők, akik csak DHO-t szednek, anélkül, hogy EPA-t szednének, az gyakorlatilag korlátozza annak a mennyiségét, annak a DHO-nak a mennyiségét, ami eljut a magzati sejtekbe. Nézzük, mi történik a terhességet követően. Tudjuk, hogy a DHO az lecsökkenhet 50%-kal is a terhesség végére olyanoknál, és 26 hétig tart, amíg újra helyreáll ez a szint. Van egy dán tanulmány, ahol 4,9 volt az EPA plusz DHA-nak a vérben a szintje, és volt egy placebo csoport, akiknél 3,7%-kal lett kevesebb ennek a szintje, illetve lement ilyen szintre, 3,7%-ra. Viszont, hogyha volt egy olyan csoport, akiknek omega zsírsavakat adagoltak, akkor szülés után magasabb volt a szint, mint a terhesség elején. Engem az érdekel, akik placebót kaptak, és lejjebb ment az EPA plusz DHA szintjük. Az embereknek tudniuk kell, a nőknek tudniuk kell, akik végigmentek a várandóság időszakán, és kimerültek a saját DHA forrásaik, és tudjuk, hogy mik az egészségügyi előnyei az EPA-nak és a DHA-nak. Nagyon fontosak számunkra, felnőttek számára is. Tehát mi történik, hogyha alacsony szintek lesznek a vérben a terhesség, illetve a szülés után? Ami történik az az, hogy itt lenne a szoptatás periódusa is a szülés után, és ez úgy szintén nagyon fontos a csecsemő fejlődése szempontjából, hiszen az első 18 hétben megduplázódik a babának az agy tömege. Tehát nem fog csökkenni a DHA igénye a babának, és látjuk, hogy van egy nagyon szoros összefüggés a bevitele a között, hogy mennyi DHA-t fogyaszt az anya, illetve az anyának a vérében a vörös vérsejteknek a száma. Illetve látjuk azt is, hogy az anyatejben lévő DHA-nak a mennyisége hogyan változik akkor, hogyha szed az anya 900 mg DHA-t naponta. Azt látjuk, hogy 8-8%-os volt ez a DHA koncentráció mind a két esetben. De aztán vannak más tényezők is, olyanok esetében, akiknél kevés a DHA és az EPA szintén. Ezek nagy kutatások vizsgálták azt a csoportot, ami kimutatták, hogy növekszik a kockázata a koraszülésnek, ha alacsony az omega 3 szintje a vérben. De most nem arról beszélünk, hogy mi történik a terhesség közben, illetve után,
hanem arról, hogy mi történik a legelején a terhességnek. Látható az, hogy bizonyos védelmet ad az omega 3, még mielőtt a fogantatás megtörténne, és ezért érdemes megtölteni az omega 3 tartalékainkat, az anya szervezetének omega 3 tartalékai, hogy ne történjen koraszülés, illetve jól folyjon le a várandóság végig, és a szülés után is meg legyenek elegendő tartalék. Itt egy olyan amerikai állami kutatóintézet által finanszírozott és végzett tanulmány, kísérletsorozat, ahol 200 milligramm most dózissal vizsgálták az embereket, a nőket. Ők azt vizsgálták, hogy volt egy csoport, ahol 200 mg-ot szedett, és volt egy olyan csoport, ahol 1000 mg-ot DH-ot szedtek, étrendkiegészítőként, vagy ennyit fogyasztottak összesen naponta, és azt látták, hogy azok, akik 1000 mg DH-ot fogyasztottak naponta, kevesebb volt a koraszülés, mint azoknál, akik a standard 200 mg-os adagot szedték naponta. Hogyha visszatérünk arra a csoportra, ahol nagyon kevés, nagyon alacsony a DHA szintje szülés után, tudjuk, bizonyíték van arra, hogy ha kevés a DHA, tehát kimerültek a DHA raktárak a szülés után, akkor a szülés utáni depresszió nagyobb valószínűséggel fog bekövetkezni. És a szoptatás, illetve maga a szülés, illetve a szoptatás még nagyobb terhet ró a nők szervezetére, és ez nyilvánvalóan sokkal több DH-t fog elvonni a szervezetből, beleértve az anyának az agyából is. Nem szeretnék belemenni a különböző tanulmányokba, mivel elég nehéz tanulmányozni az emberi agyat. Nincsenek olyan tanulmányok, amelyek a terhes nők agyát vizsgálnák, de azt lehet tudni, hogy a szülés utáni depresszió és a DHA között van egy összefüggés. Van 2003-ból egy olyan tanulmány, amely a szimptomákat, a tüneteket tudta vizsgálni, és itt azt láttuk, hogy ha 1%-kal nőtt a DHA plazma koncentrációja, akkor az a tünetek megjelenését 59%-kal tudta csökkenteni. Ami nyilvánvalóan mutat arra, hogy van egy összefüggés, és ebből jött az, hogy a javasolt napi adag magasabban lett megállapítva. Most per pillanat világszerte kb. 200 mg DH-at naponta ajánlanak a terhes anyáknak, de a legfrissebb áttekintés azt javasolja, hogy azoknál a nőknél, akiknél alacsony a DHA bevitele, inkább 500 kötője 1000 mg DH-t kéne fogyasztani naponta. Ez egy 2018-as tanulmány szerint. Arról is szó van, hogy legalább 5%-kal, 5%-ának, 5%-kal, hogy legyen
a DHA érték, a DHA szint a vörös vérsejtekben. Ez lenne a javasolt célkitűzés. Ez az a szint, ahol már az előnyös változások megfigyelhetők az anya szervezetében. Tehát itt az 5% környékén van ez a pont. Beszéljünk egy picit a termékeinkről is, amelyekre nagyon büszke vagyok, nagyon szívesen beszélek róluk. Például a Balance Oil Plus, amiről tudjuk, hogy megfelelő arányban van jelen a DHA és az EPA. Tudjuk, hogy olyan formában jelenik meg ez a két zsírsav, amelyik természetes, ahogy a halakban is, ez könnyen felszívódik, a szervezet számára nagyon könnyen elérhető. 12 ml-ben 683 mg DHA van, és 1283 mg EPA, ami megfelelő a terhes anyák számára is. Hogyha valaki szeretne vegán terméket fogyasztani, akkor látjuk, hogy ott több a DHA, mint az EPA, ez kifejezetten a vegánok számára hasznos. De a legfontosabb az az, hogy leteszteljük magunkat, mert akkor látjuk, hogy egyénileg, személyesen számunkra mi az, ami hasznos és szükséges. Tehát, amit szeretném, hogy emlékezzetek ebből a prezentációból, és remélem, hogy sikerült megvilágítanom azt, hogy nem tudunk eleget, vagy nem tudnak az emberek eleget az EPA és a DHA pótlásáról terhesség előtt, alatt és után. Nagyon fontos ez az anya egészsége szempontjából, és a magzat, illetve a csecsemő egészsége szempontjából is. A 200 mg, mint ajánlott bevitel a DHA-ból, az valószínűleg túl kevés, és nagyon fontos, hogy az EPA és a DHA mindkettő szükséges a terhesség előtt, alatt és után. Ez szinte kötelezőket kellene tenni az anyák számára, mert nem csak a csecsemőnek, illetve a magzatnak fontos, hanem az anyának ugyanúgy fontos, hogy ne alakuljon például ki depresszió, és hogy meglegyen az az energia, amivel az anya a terhesség alatt és a szülés után kell, hogy rendelkezzen, hogy el tudja látni a gyermeket minden szempontból. Ezért én egy terhesség utáni étrendet, étkezési tervet össze akar valaki állítani, akkor érdemes odafigyelnie arra, hogy ez tartalmazzon olyan ételeket, olyan étrend kiegészítőket, amelyekből hozzájutunk nem csak az EPA-hoz és a DHA-hoz, hanem mindenféle egyéb fontos tápanyaghoz, értékes hatóanyaghoz is, amire szüksége van a szervezetnek. Most pedig kész vagyok arra, hogy megválaszoljam a kérdéseket, ha vannak olyanok. Köszönöm szépen, Emily, nagyszerű volt, nagyon-nagyon klassz volt. Igen, van egy pár kérdés, és hogyha még valaki szeretne kérdezni, akkor csak nyugodtan tegye meg, és majd elolvasom, és akkor Emily meg fogja válaszolni. Kifejezetten itt a terhesség után, szülés utáni depresszióról kérdeztek engem. Szeretnék egy pár dolgot én is megvilágítani, vagy belemenni. Ez egyik, ami feltették ezt a kérdést, a balanszolajra vonatkozott, de tágítsuk ki ezt a perspektívet, hogyha egy nő terhes, akkor fogyasszanak több balanszolajat, ahogy nő a testsúlyuk?
De ugyanígy, hogyha nagyobb a testsúlyod, nő, akkor szedjenek többet abban a szolajból? Bizony, bizony, így van. De teszteld magad folyamatosan, hogy lásd, hogy hol tartasz. Tehát vannak célértékek, amit el szeretnénk érni, akkor tudjuk, hogy mi az a dózis, a napi adag, amit be kell szedni. Még jönnek kérdések, úgyhogy még egy kicsit bírt ki itt. Szeretnék többet, tehát a mesterséges megtermékenyítés időszakára vonatkozóan, van-e bármilyen tanulmány, vagy bármilyen olyan információ, ami ilyen termékenységi kezelés alatt ti bevitelről van szó? Igen, olvastam egy ilyen tanulmányt, ami arról szólt, hogy még a terhesség előtt mire kell koncentrálni. Egy pár nappal ezelőtt tanultam, vagy találtam ezt, úgyhogy még egyszer el fogom olvasni, de a termékenységi kezelések alatt kellett szedni egy olyan terméket, ami nagyon hasonló a balanszolajhoz, amiben ott voltak az omega-3 zsírsavak, ott volt az olívaolaj és a D-vitamin is. Ekkor javult, jobban be tudott épülni az omega-3, ugyanolyan módon, mint ahogy mi láttuk az egészséges emberek, egészséges étrendet követők esetében. Abszolút hasznos volt abból a szempontból, hogy meg tudjon termékenyülni a petesejt. Tudjuk azt is, hogy az egészségesebb emberek, az egészségesebb nők nagyobb sikerrel esnek teherbe, de ugyanakkor még nem tudta kimutatni a tanulmány, hogy ez az aspektus, tehát hogy a petesejtnek a folyadék állománya, ennek a minősége javult, az vajon konkrétan összefügg-e a teherbeesés sikerével. Tudom, hogy az emberek nem örülnek akkor, amikor a tudományos közösség érdekes dolgokat fölvet, de utána nem tudja konklúzív módon bebizonyítani, mivel hogy több bizonyítékra van szükség, mielőtt határozott kijelentéseket tehetnénk. Most pedig egy picit más irányba mennék. Bármilyen információd van-e a vetélésről, és hogy van-e összefüggés a hiány állapot, EPA és DHA hiány állapot között és a vetélés között. Nem szeretnék spekulációkba bocsátkozni, mert ez egy nagyon-nagyon érzékeny terület. Azt tudjuk, hogy a vetélésnek van valami köze a gyulladásos reakcióihoz a szervezetnek. Tehát ennyit tudok én mondani, nem tudok többet mondani. Oké, persze, én megértem. Ez nagyon-nagyon érzékeny dolog. Úgyhogy köszönöm, hogy ennyit is elmondtál. Most pedig egy másik téma megint. Vannak saját gondolataim is, de szeretném a tiédet hallani. A DHA, több DHA van a vegán verzióban. Szedjünk vegán olajat, mielőtt lefeküdnénk, mert az jobb az agynak a pihenés alatt? Nem gondolom. De érdekes kérdés, de nem hiszem, mivel az agy folyamatosan
méregtelenítéssel lesz elfoglalva az alvással, hát nem gondolom, hogy akkor épülne be a legtöbb DH az agyba. Igen, én egyetértek, mivel nagyon sok kutatást olvastam az alvással kapcsolatban, és semmifajta meggyőző bizonyíték nincs arról, hogyha több DH-t szednénk éjszakára. Van még egy kérdés, ami hasonló. Beszéltél a DHA magasabb koncentrációjáról a vegán olajban. Ez jobb valakinek, aki állapotos, vagy szeretne teherbe esni, vagy a harmadik trimeszterben tart, vagy egyszerűen csak azt a balanszolaját szedjék az emberek, amit általában addig is használtak. Szerintem nincs semmi külön előny abból, hogyha kevesebb EPA-t fogyasztasz. Szerintem az a jó, hogyha elég DHA-t fogyasztasz, de legyen kevés EPA is, hogyha megvan a több EPA, a több DHA mellett, az nem gond. Szóval, hogyha a testsúly szerinti adagot szeded, és nem nagy a testsúlyod, akkor egyszerűen nem kell áttérni a vegán verzióra, csak emiatt. Egyszerűen csak folytasd tovább, és szerintem bármilyen módon eléred az ajánlott napi bevitelt, akkor tedd ezt. Itt van a tesztről egy kérdés. Én mindig élvezem ezt a témát, mert ez objektivitást ad nekünk. Elmagyaráznád a tesztnek, az elemzésének a módját, hogy hogyan tudják megvizsgálni a vörös vérsejteknek az omega-3 tartalmát. Lehet, hogy nem értettem teljesen mindent, amit kérdeztél, de megpróbálom megválaszolni, amit értettem. Tehát a teljes vérben ott van, ott a plazma. Így van, igen. Próbálok segíteni, ahol tudok. Kisegítjük egymást. Szóval tehát van, aki a plazmát vizsgálja, és ez nagyszerű abban a szempontból, hogyha meg akarjuk nézni, hogy mennyi zsírsavat fogyasztottunk egy adott napon, de a vörös vérsejtekben azt tükröződik, hogy már egy jó ideje milyen volt az étrendünk, mivel megmutatja a zsírsav bevitelt az elmúlt 4 hónapban is. Mind a kettőt megvizsgáljuk, az egész vérnek a zsírsav tartalmát vizsgáljuk, úgyhogy látjuk, hogy a napi bevitel hogy alakult, meg visszamenőlegesen hónapokra a bevitel hogy alakul. Hogyha leteszteled magadat, mielőtt étkezel, vagy szeded a balanszolajat, majd pedig utána hónap, vagy bocsánat, óránként megnézed, újabb tesztet készítesz, akkor kisebb változásokat látsz, mivel a vörös vérsejteket is vizsgáljuk, ezért azt látjuk, hogy hosszú távon milyen az omega-3 fogyasztásunk. Igen, persze megválaszoltad a kérdést, mivel nagyon sokan felteszik nekem is ezt a kérdést. Szerintem így van, ahogy mondod. Itt van egy másik kérdés. Vannak-e olyan kutatások, amelyek profi kutatások? Én azt gondolom, hogy minden, amit Emily elmondott, és amire Emily hivatkozott, az egy abszolút tudományos hivatkozási lista.
Mi általában nem szoktuk megosztani, nem adjuk ki ezeket a szlájdokat, de mi így szeretnénk kommunikálni az információt, és nem szeretnénk mindig kiadni azokat a forrásokat sem külön, de ha valaki ezt felveszi, megállítja, megnézi, vagy jegyzetel, akkor láthatja azokat a tanulmányokat, és le is ellenőrizheti ezeknek a hitelességét. Itt egy másik. Mi van akkor, hogyha valaki túl sok EPA-t vagy DHA-t fogyaszt, ez lehet-e a magzat számára veszélyes? Öt gram az a felső határ, amit nem kéne átlépni, de 5 gram még semmifajta negatív hatás nem figyelhető meg. Nekem van a PowerPointomban információ erről is, nem tudtam, hogy titeket ez érdekel, de egészen 5 grammig nincs feljegyzett negatív hatás az anya vagy a magzat szervezetére. Az emberek mindig a referencialistáról beszélnek. Én is szeretnék feltenni egy kérdést, mivel ez engem személyesen érdekel. Nagyon sokat foglalkoztam a kognitív teljesítménnyel. Provokatív nem akarok lenni, de tudjuk, hogy az elmúlt 50 évben a nyugati ipari társadalmakban az átlagos IQ, az intelligencia, a kognitív teljesítmény lefelé megy. Tudjuk, hogy az étrendünk nagyon megváltozott, tudjuk, hogy hiányállapotok vannak, tudjuk, hogy hiányzik a DHA is az étrendből, és szeretném, hogyha csak a véleményedet elmondanád, szerinted van összefüggés ebben a két dologban, hogy az étrend rosszabb lett, és az intelligencia hányados is romlott, vagy ez valami másnak tudható be? Szerintem nagyon sok oka lehet ennek, de szerintem egy nagyon fontos oka az étrend, az IQ romlásának. Igen, szerintem erről többet beszélhetnénk erről, de én magam is úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy szerepet játszik abban, amit megfigyelhető ebben a problémában. És tudom, hogy kollégák Ausztráliában megváltoztatták a DHA és EPA ajánlott napi adagot. Ez egy proaktív stratégia azok számára, az anyák számára, akik szeretnének majd anyákká válni. Ausztrália, nagyon örülök, hogy, és nagyon büszke vagyok rátok, ez nagyon jó irány, és szerintem ebben a világ más részein is változást fogunk látni a várandós anyáknak, vagy akik szeretnének gyermeket. Itt egy olyan jó példa, akik zászlós hajóként vezetik ezt a mozgalmat. Még egy pár kérdés, nagyon sok kérdés érkezik. Az emberek csak kérdeznek, és én nagyon örülök, hogy sok-sok a kérdés, mert tudom, hogy mire kíváncsiak. Gyerünk, lőjél! Nagyon sok van, ezt elmondanám. Mindig egy nagy feladat, hogy átnézem a kérdéseket, de most ömlenek a kérdések. Nézzük még. Mielőtt a szülésre kiírt nap előtt csökkentsék a bevitelüket? Nagyon sok orvos mondja azt, hogy az utolsó 2-3 hétre kéne csökkenteni az omega-3 bevitelt. Szerinted így van ez?
Van olyan kutatás, ami ezt alátámasztja? Nem. Nem vagyok orvos, tehát ilyen típusú tanácsot nem adhatok. Tehát mindig a saját nőgyógyászodnak vagy orvosodnak a tanácsát kövesd. De amit vizsgáltak, 5 gram még semmilyen különbség nem volt. Semmilyen negatív hatás nem volt. Tudom, mire gondolnak. Arra gondolnak, hogy mivel véralvadásgátló hatása is lehet ezeknek az omega-3 zsírsavaknak, nagyobb lehet a vérzés, de én nem láttam ilyen tanulmányt egyáltalán, bár nem néztem bele ebbe a területbe. Tehát mindig azt tudom mondani, hogy 5 g-ig nincs semmilyen többlet vérzés a szülés alatt, ezért nem gondolom, hogy miért kellene elkezdeni csökkenteni az omega-3 bevitelt. Az egyik elképzelés az az, hogy arakidonik savat, arakidon savat gyűjt be a szervezet, ami, mert itt olyan gyulladás gátló, gyulladás keltő hatása lehet, ami ebben a szakaszban fontos lehet, de az EPA-nak is vannak olyan hatásai, van egy olyan mechanizmus, amely ugyanezt a feladatot el tudja látni, tehát én nem gondolnám, hogy le kéne csökkenteni az omega-3 bevitelt a szülés előtt. Pont a szülés végén, vagy bocsánat, a terhesség végén, abban az utolsó 2-3 hétben hatalmas igénye van a magzatnak, DHA-ra és EPA-ra is, és ekkor nem lenne logikus, nem gondolom logikusnak, hogy pont ekkor csökkentse az omega-3 bevitelt az anya. Értem. Annak ellenére, hogy ez egy globális probléma a táplálkozásban, a DHA hiánya, és ennek ellenére olyan dolgokat kezdenek mondani, ami inkább megijeszti az anyákat, hogy Jézusom, nehogy túl sokat szedje, miközben az ellenkezője a probléma, hogy mindenütt a világon nem fogyasztunk elég omega-3-at, és akkor ijeszgetik az anyákat azzal, hogy túl sokat fogyasztanak. Én számomra ez egész megdöbbentő, amikor a hiány a baj. Igen, igen, pontosan, pontosan. Nézzünk még egyet. Vannak még kérdések. Próbálom a legjobb képességem szerint kiválogatni őket. Nézzük itt is, van még több, jön. Láthatjuk-e, van-e egy olyan összefoglaló, ahol az előnyöket összefoglalod, és láthatjuk-e azt a diát. Most már ezt nem akarjuk újból megmutatni, nézzétek vissza ezt a prezentációt, és akkor láthatjátok. Tehát az én megközelítésem az, hogy jegyzetelj, hallgassd meg, nézd meg még egyszer, háromszor, ha akarod, és akkor meg tudod találni azokat a részeket, amik téged érdekelnek. Emily rengeteg információt osztott meg velünk, és ez a módja annak, hogy visszanézed. Utolsó kérdés, ezt most saját kézzel választom ki. Nagyon sokat fölteszik itt a kérdés, tehát el tudod magyarázni az olívaolajt és a polifenolokat, az omega-3-at, és egy picit arról beszélni, hogy miért stabilizálja az omega-3-at. Ez az 1 millió dolláros kérdés. Emily, légy szíves, válaszold meg, még ezt nem tetted, ez csak nekem tedd meg, hogy megválaszolod. Igen, igen, igen. Tudjuk, hogy a halban az omega-3 stabil,
és ott vannak a polifenolok, de amikor finomítják a halolajat, muszáj eltávolítani bizonyos összetevőket, amik közé beletartoznak azok az összetevők is, amely stabilizálja az omega-3-at. Amikor ezeket a finomítás alatt eltávolítjuk, akkor pótolni kell őket, hogy stabil maradjon a halolaj. Minden halolajgyártónak kell valamifajta antioxidánst adagolnia a halolajhoz. Ez lehet szintetikus antioxidáns, vagy lehet természetes formájú antioxidáns is. A természetes forma az legtöbbször az E-vitamin, legtöbb esetben tokoferolok. Mi is használjuk ezt, mivel stabilizálja a halolajat, amikor a finomítás eljárás lezajlott, de a legtöbb márka esetében ők megelégszenek a tokoferolokkal, az E-vitaminokkal, hogy stabilizálják a zsírsavakat. Viszont mi tudjuk, hogy ezek csak stabilizálják a zsírsavakat az üvegben, de nekünk az kell, hogy a szervezetbe kerülve is, még az emesztés alatt is stabil legyen az omega-3. De a kevert tokoferolok, mint antioxidánsok csak az üvegben tartják stabilan az olajat. Megnéztük, hogy mi a hal szöveteiben mitől olyan stabil az omega-3. A halak megeszik egymást, és a stabil omega-3-at így megeszik. De mi az, ami benne van a halban, de nincs ott a halolajban, amikor már finomított? Fluorotaninokról beszélünk, olyan mechanizmusokról, amiket betöltöttek a fluorotaninok, és nekünk ugyanolyan anyagokat kellett találnunk, olyan vegyületeket, amelyek hasonlóan megvédik az omega-3-at, és az olívaolajban található polifenolok ugyanígy hozzá tudnak kötődni az omega-3-hoz, gyakorlatilag testőrként megvédik az omega-3-at. Ezeknek a polifenoloknak a legerősebb az antioxidáns képessége, így aztán ez a legjobb forrás, amiben a legnagyobb mennyiségben van jelen a polifenol és a hidroxitirozol. Kipróbáltuk, leteszteltük, hogy az olívaolajban lévő polifenoloknak van a legfantasztikusabb képessége arra, hogy stabilizálják az omega-3-at, nem csak az üvegben, hanem a szervezetben is. Erről most már nagyon sok kutatásunk van. Köszönöm szépen, hogy ezt így elmondtad. Nagyon tisztán, nagyon egyértelműen elmondtad, hogy akkor miért is fontosak a polifenolok az olívaolajban. Úgyhogy nagyon köszönöm szépen ezt a választ. Szerintem most telt el az 1 óra, ezért szeretném megköszönni neked, Emily, ezt a hihetetlen prezentációt erről a nagyon-nagyon izgalmas és kényes témáról. Nagyon tisztán válaszoltál az összes kérdésre, úgyhogy ez felbecsülhetetlen értékű volt. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki szakított időt arra, hogy a nyár közepén itt legyen velünk ezen a webináriumon. Szerintem nagyon hasznos volt, és nagyon sokat tanulhattunk belőle. Köszönöm szépen azt is, hogy eljöttél, és hogy remélem, hogy eljössz újból. Legközelebb a Vitesz vezetője fog idejönni. 2 kérdés van. Az egy a kérdésekkel kapcsolatban Thomas az, aki mindenre tud válaszolni. Így neki fogjuk föltenni a kérdéseket, hogy történik a varázslat a színfalak mögött. Köszönöm szépen mindenkinek, legyen kellemes hetetek, hónapotok, maradjatok egészségesek, és találkozunk újra augusztusban. Sziasztok!